amennyire lehet egy ilyen helyzetben felkészültek a tanévkezdésre. Nagyon bizakodva, de egyúttal óvatosan várják a tanévet. Már rég találkoztak a pedagógusok, a diákokkal, a kollégákkal, úgyhogy kihívásokkal teli évre készülnek. Közel 7000 gyermek kezdi a 18 oktatási intézményünkben a tanévet a Karcagi Tankerületben, mondta el Sági István, tankerületi központ igazgató. Köszöntöm nézőnket, Sági Istvánnal, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatójával beszélgettünk, hiszen becsöngettek a városiskoláiban is, a tankerületnél is. Hány település, hány iskolájában kezdődött el a tanév? Gyakorlatilag 35 település 18 intézményében 75 feladatellátási helyen kezdődtek meg a tanítások. Mindenhol zökkenőmentesen, gondolom. Igen, egyetlen egy helyen kezdünk 3 nappal később, ez Tiszafüred Kossuth-Lajos és Általános Iskola, mivel a felújítások ott olyan állapotban vannak, hogy egy pici csúszással kezdünk, de ez nem befolyásolja a tanév sikeres zárását majd az elkövetkezendőkben. Milyen útravalót kaptak a pedagógusok, intézményvezetők, hiszen azért kijöttek az ajánlások, ezt mindenhol saját iskolára levetítve is el kellett készíteni? Hát alapvetően az útravaló, hogy vigyázzunk egymásra. Azt most, mint a Györfi Pál mondaná, hogy maradjunk otthon, azt nem mondtam, mert én azt szeretném, hogyha minél többet lennénk iskolába. Figyeljünk oda egymásra, hogyha a problémákat, tüneteket észlelünk, akkor megvan az a csatorna, ahol tudunk egymásnak jelezni, és ha szükséges, akkor megtesszük azokat az intézkedéseket. Úgyhogy vigyázzunk a gyerekekre is, meg a kollégákra is. Beszéljünk egy picit Karcagról, hiszen mégiscsak Karcagon vagyunk. Vegyük sorra a 2 általános iskolát és a művészeti iskolát, ahol éppen most beszélgetünk. Kezdjük a Kiskutasi Tagintézménnyel. A Kiskulcsosi Tagintézményben megkezdődött a tanév. A tegnapi napon volt szerencsém egy tanévnyitón ott lenni. Életemben először voltam egy olyan tanévnyitón, amikor iskola rádión keresztül kellett köszönteni a tanévet kezdőket, illetve ezen alkalomból megköszönhettem a régi tagintézményvezetőnek a munkáját, Futóné Szabó Margitnak, és az új tagintézmény vezetőnket, Mester Anikót is köszönhettem ebből az alkalomból, hogy ilyen nehéz fába vágta a fejszét. Kovács Mihály tagintézmény még nem az új helyen kezdett, úgy tudom. Hát a Kovács Mihály tagintézménynél idézőjelben balesetmentes tanév kezdés történt, tehát mindenki az osztályában kezdett, ott az adott pedagógussal köszönték meg a tanulóknak, hogy újra iskolába jöttek, és kibírták azt a hosszúra nyúlt tavaszi szünetet. Itt majd az a fajta tanévnyitópótlás majd valószínű, hogy október elején, amikor az intézményt, tehát a felújított intézményt elfoglalják a gyerekek, akkor fogjuk azt a kicsit ünnepélyesebb keretét megadni, és akkor ott majd Elvirának, ott köszönjük meg Karas Elvirának, az új tagintézményvezetőnknek, hogy ő is elvállalt ezt a feladatot. Beszéljünk a művészeti iskoláról. Itt mit kell tudni? Megtörténtek-e már a beiratkozások? Itt azt kell tudni, hogy a tanév a héten fog elkezdődni. Még ezek folyamatban vannak, még folyamatosan hirdetünk, lehet tanulóknak jelentkezni, várjuk. Tehát, hogyha valaki még szeretne hozzánk jönni, őket várjuk. Igazgatónő egyben a tagintézménynek is idézelve a vezetője, a székhelyen van ez a művészetiskolánk, és itt semmilyen problémáról nem tudok. Lesznek majd a járványügyi helyzettel kapcsolatosan érdekes kérdések, hogy a személyes kontaktus, a hangszereknek a használata, kezelése, ez még ennek az intézménynek, tagintézménynek a működése, eljárási rendje, protokollja a járványügyi helyzete való tekintettel még kidolgozás alatt van. Vannak általános protokollok, de ezt a speciális részét még szeretnénk egyeztetni a központtal. Az is eltérő városonként, településenként és iskolánként is, hogy bemehetnek-e a szülők a gyermekkel, bevihetik-e az elsős gyermeket, vagy amikor vége van délután a napközinek, érte mehetnek-e. Erre itt Karcagon egységes a állásfoglalás, vagy minden iskola saját maga alakítja ki? Egységes, bár tehát a protokollt az utolsó pillanatig, tehát folyamatosan alakult, ezért előfordult olyan, ahol a szülők még az első napokban bebe futottak, de alapvető protokoll lesz, közös érdekünk, hogy a szülők, illetve más olyan személyek, akik
elkerülhetik a személyes kontaktot az iskolával, tehát kerülni fogjuk a vírusnak a behordozásának a lehetőségét, legalábbis ami a külső személyektől függ. Tehát alapvetően a szülők most az iskolába nem mehetnek bent, tehát jelenleg ez a helyzet. Ha ez változik, akkor megfelelő módon a szülőket tájékoztatni fogjuk. Fontos, hogy az intézményvezetők, tagintézményvezetők ezekről az eljárásokról, hogy mikor, hogy kell cselekedni, mikor, hova mehetnek, hogy kommunikálunk egymással, megfelelő módon értesülnek. Az első osztályosoknak, mivel új tanulóink, azért megpróbáljuk kiépíteni velük úgy a kapcsolatot, hogy azért napi szinten, akár online, akár máshogy tudjanak kapcsolatba lépni a pedagógusokkal, de ez nem feltétlenül az a fajta személyes kontakt, hogy egyszerre sokan mindenki be az iskolába, és akkor ott tapasztalja meg. Ez közös érdekünk, tehát itt megértést kérek, tudjuk, hogy ez a helyzet így nem jó, de erről egyikünk se tehet, tehát kölcsönösen igyekszünk ennek a hátrányát kiküszöbölni. Ilyenkor a szülők azért az étkezést is igénybe szokták venni a gyermekek számára. Gondolom, itt a szolgáltatókkal ebben is megállapodtak, hogy ott is ugyanolyan a járványügyi szabályokat ugyanúgy be kell tartani. Egyértelmű, tehát ott is a járványügyi szabályok betartva lesznek, ahol lehetőség van rá. Tehát ezekből az EMMI által javasoltakból, illetve a saját magunk által javasoltakból az intézményvezető az adott körülményre, lehetőséghez mérten alakítja ki ezeknek az étkezéseknek, illetve egyéb foglalkozásoknak, intézménybe való bemenetelnek a szabályát. Itt, ha lehet meg, ahol tudjuk, próbáljuk a szüneteket, az étkezést, a csoportokat úgy alakítani, hogy lehetőleg tartsuk ezeket a szabályokat, ami ahhoz kell, hogy csökkentsük a vírus terjedés kockázatát. Javasolják-e például az osztálykirándulásokat, hiszen ilyenkor ősszel is el szoktak menni a diákok vidékre, vagy különböző intézményeket felkeresni? Ha diplomatikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nem javasoljuk, de engedjük. Ha engedjük, úgy engedjük, hogy csak adott osztály közösség, tehát több osztály összevonásával nem javasoljuk, nem szeretnénk engedni, hogyha 2-3 osztály, akik egyébként napközben nem biztos, hogy együtt tartózkodnak, vagy adott esetben megoldható, hogy ne kommunikáljanak, ne érintkezzenek fizikálisan egymással, akkor pont egy osztály kiránduláson történjen esetleg egy ilyen, de osztályonként természetesen ez még jelen helyzetben lehetséges. Itt, ahogy bejöttünk az ajtóban, ott van a kézfertőtlenítő, és mindenki használja is, gondolom, hogy ez ugyanúgy adott a többi intézményben is. Igen, ez a többi intézményben is megtörtént, folyamatos az ellátás, az utánpótlás, már lassan komoly raktárhelyiségekkel kell rendelkezünk, de az egyik ilyen telepeinkhol ezt tároljuk, ez Karcagon van, és itt szeretném megköszönni azoknak a településen lévő vállalkozóknak, képviselőknek, stb., akik még egyéb módon is segítik ilyen szempontból az intézményeknek a helyzetét. Ennek már az itt élők tanú is lehettek, és a gyerekek.